Az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából Sándor Egyházán már 15. alkalommal szervezik meg Pancsova város központi ünnepségét. Sándor Egyházán többségében bukovinai székely magyarok és paltjén bolgárok élnek a később oda telepedett szerbekkel és más nemzetiségekkel együtt. A helyi Mosa Piede általános iskolában egyre kevesebb gyerek van, a családokban pedig főként csak nagyszülőkkel beszélik az anyanyelvet. Szakképzett tanárok foglalkoznak az anyanyelvápolással. Az anyanyelvápolás heti két óra. Hát majdnem, sajnos azt kell mondani, hogy majdnem úgy tanuljuk, mint sokszor idegen nyelvet, tehát onnan a kiejtés nagyon nehéz, az a magánhangzó különösen, és hát na, de hát ott, ahol még egy kicsi gyerek van, próbálkozunk, amennyire lehet. A helyi Mosa Piede általános iskolában az oktatás szerb nyelven folyik, de a tanulók választható tantárgyként magyar és bolgár nyelvet tanulhatnak a nemzeti kultúra elemeivel. Mađarski jezik 2/3 učenika izučava, što znači da negde oko 50 učenika u ovoj školskoj godini, a bugarski jezik negde 1/4 učenika naše škole, znači negde oko 20 učenika u školskoj 2022/3 godini. Svim učenicima, pripadnicima nacionalne manjine, omogućeno je da izučavaju jezik sredine i ne samo jezik, nego i kulturu i običaje Ivanova. A Zsárkóz Renyanén Művelődési Otthon termében a meghívott vendégek mellett több korosztályhoz tartozó résztvevők mutatkoztak be a művelődési műsorban. Idén is szavalatok, dalok, zene és tánc által mutatták be a nemzetiségek kultúráját, és egyúttal a jellegzetes népviseleteit is. Ove godine 15. put mali jubile slavimo. Pa evo, ovo vreme korone i zatvaranja nas je malo nas je, da kažem, rastavilo od tih naših saradnika, ali eto, uspeli smo i ove godine da se skupimo i da napravimo program na 13 jezika. A rendezvény fővédnöke Pancsova város, szervezői pedig egyebek között a helyi Zsárkóz Renyanén Művelődési Otthon, a Mosa Piede Általános Iskola, a Sándor Egyházi Helyi Közösség és a Bonasz Sándor Magyar Művelődési Egyesület.